Költségvetés kiegészítést készít elő a pénzügyminisztérium, erről Florin Kőcú szaktárca vezető számolt be. Az újabb költségvetés kiegészítést elsősorban az egészségügyre, a beruházásokra és Románia a pénzügyi függetlenségének biztosítására fordítja a pénzügyi tárca, hangsúlyozta online sajtótájékoztatón Florin Kőcú. A pénzügyminiszter szerint ezekre a pillérekre épülnek majd a 2021-re, illetve a következő évekre egészen 2024-ig tervezett forgatókönyvek. Előkészítjük a költségvetés kiegészítés tervezetét, amelyet várhatóan november második hetében sikerül véglegesíteni. A célunk az augusztusban bejelentett államháztartási hiány szinten tartása. A pénzügyminiszter ugyanakkor méltatta a kormány tevékenységét. Mint fogalmazott, a romló járványügyi helyzet ellenére októberben tovább nőttek a beruházások az országban. Kiemelte, hogy Románia az utóbbi 10 év legnagyobb mértékű beruházását jegyezte. Kőcú úgy véli, hamarosan a beruházások mértéke meghaladja a 2018-ban egész évben regisztrált szintet.